Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too, I'ma put it right on ya. Na sziasztok srácok! És sziasztok lányok! De mostanában mik ezek a megköszönések, és aki rákattint a videóra, az mit gondolt? Ezt a rohadt recsegőszéket meg esküszöm, hogy kivágom, komolyan mondom. Igen! Címből is láthatjátok, itt is lennénk volna a Q&A videómnak a harmadik részével. Közben fogok mondani minden fontosabb információt, szóval mindenféleképpen maradjatok velem. Én pedig nem is hozom tovább az időtöket, vágjunk is bele a kérdezfelelek videómnak a harmadik részébe, szóval jó szórakozást kívánok előre a videóhoz, és akkor vágjunk is szerintem bele. Mondtam srácok lennék, tényleg rengetegen írtatok, amit innen is meg szeretnénk nagyon köszönni videózással kapcsolatosan, tehát hogy így magyarul, hogy például meddig folytatom, vagy például mi a célom a videózásra, tényleg ilyen kérdéseket szeretnénk majd kapni tőletek. És akkor kezdjünk is bele, az előző videómat tényleg nagyon sokan néztitek meg, nagyon sokatoknak tetszett, több mint 21 like van a videónak, jó Isten, köszönöm szépen srácok, ha mi van veletek, hát azt a mindenség, na nézzük. Első ez kérdés, hát hogyha raksz hozzá kérdélet, akkor nyilván. Nyilván! PNC vélemény, gondolom magadra gondoltál, hogy a véleményem rólad. Pár videót megnéztem, szerintem tök jó videók, valamelyiken én is nagyon sokat nevettem. És tényleg szerintem elég a videóid, és hány centiméter magas vagyok? Srácok! 188, még a kamerába se férjük bele, nézzétek meg! Csak idáig, szóval, hát sajnos, igen, ilyen magasra nőttem. Szerintem a második kérdés. Kérdés, melyik a kedvenc filmed? Ne recsegjél már, te... Mire? Anya! Komolyan. Jó. Szóval, melyik a kedvenc filmed? Igazából kedvenc, kimondottan kedvenc filmem nincsen. Kedvenc film stúdión van, mint olyan, az pedig a Marvel, abban nagyon szeretem az új Pókembert, és a bosszúállóknak az összes részét nagyon szeretem, és ámlok úgy az összes karakternek a külön filmét szeretem, kivéve a Marvel kapitány. Másítás gyerekek, nem maradtad ki a videóba. Na nézzük is a következő kérdést. Uhú! Uhú! De belevisz engem itt a csavarba! Dorci elég sokat kérdezett, amit én is köszönök szépen. Az énekesen nincsen kedvenc énekesem kimondottan, nagyon sok előadónak a számát szeretem így meghallgatni. Egyik előadó se vagyok úgy elrettentődve, tehát egyikkel sincsen kimondottan bajom. És előadónak, akinek úgy normális a zenéje, legalábbis az én ízlésemhez azonosuló zenéket szoktam hallgatni. Bowlingba focizni, hát ez lehetséges, erre még nem tudok válaszolni. Esetleg úgy hozzá a sors, akkor mert mindenféleképpen majd focázhatunk egy jót, hogyha gondolod. És szerinted akkor mit kell csinálni, ha egy barátom nem érzékeli azt, ha megbánt, mivel és ő semmibe veszi azt, hogy megbántott. Tehát igazából erre lehet, hogy most kicsit durva leszek, vagy nem. Nem tudom, én az őszintét mondom, ugyanis szeretek tényleg őszinte lenni a videókban. Az igaz barátok, akik tényleg igazi barátod, azok már akkor érzékelik, amikor már kimondanák azt a szót, vagy azt a mondatot, amivel téged megbánthatnak. Szóval én nekem ez a véleményem róla, legalábbis Roli és Tomi ugye nekem a két legjobb barátom, és tényleg ők velük igazából semmilyen probléma nincs, szóval nem szoktuk egymást megbántani. És én úgy vagyok vele, hogy aki tényleg jó barátok, meg nagyon jó barátok, akkor az egymást nem bántják meg, de még akkor is tudják, hogy mivel bánthatják meg a másikat. Nem szép, aki itt volt így a végig, nem tudom, hogy hány perces a sikerült, hogy egy kicsit hosszabb, azért bocsánat srácok lányok, tényleg remélem, hogy így is tetszett, és a következő videóban lévő témára mindenféleképpen a videózásommal kapcsolatosan írjatok, ugyanis tényleg szeretném megválaszolni ezeket a kérdéseket, amik bennetek is megfogalmazottak a videózásommal kapcsolatban, például hogy mennyi ideig csinálom, miért kezdtem el, és hogy mi motivál engem nap mint nap. Hasonló kérdéseket szeretnék, és azoknak is külön meg szeretném köszönni, akik feltették ezt a nagyon sok kérdést, tehát PNC Norbinak is meg szeretném köszönni, Alexnek is meg szeretném, Dorinának is, és Bencének is köszönöm szépen külön, hogy ilyen sok kérdést írtatok, és külön azt is meg szeretném köszönni, hogy rám szántátok ezt az időt, hogy írjatok ilyen kérdéseket.
remélem, hogy ez a videó is tetszett, szóval ha igen, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, hogyha megtetszett ez a videó, vagy akár a többi. És hogyha gondolod, akkor az meg ismerőseiddel is videót. Én pedig akkor egy következő videóban újra jövök, vissza srácok, lányok, én Doma voltam. Következő videóig pedig viasztom, a srácok, lányok, na, sziasztok!